A magyar közösség ügyét támogatták, azonnal lecsaptak rájuk az ügyészek. Az RMDS azonban mindvégig kiáll mellettük. A DNA-nak is üzentek a Maros megyei RMDS kampányító rendezvényén. Nem saját, hanem a marosvásárhelyi magyar közösség érdekét követte Tamási Zsolt a Római Katolikus Teológiai Liceum létrehozása kapcsán. Így ártatlansága megkérdőjelezhetetlen, fogalmazott a Maros megyei kampányindítón Péter Ferenc. A Maros megyei tanácselnök elmondta, ennek ellenére mégis behálózzák az iskola igazgatót a korrupció ellenes ügyészek, de még a magyar ügyet támogató főtanfelügyelőt is megvádolják. A megfélemlítésnek nem szabad engedni, üzente a marosvásárhelyi magyarságnak. A marosvásárhelyi magyar közösség igényelte ennek az iskolának az elindítását. Most mégis eljárás indult Tamási Zsolt igazgató és az iskolát jóváhagyó főtanfelügyelő Stefán Szomesán ellen. Arra buzdítok mindenkit, hogy álljunk ki mellettük. Mutassuk meg, hogy nem tudnak megfélemlíteni minket, hogy erős és összetartó közösség a miénk. Mutassuk meg, hogy akkor, amikor baj van, vagy amikor fontos kérdésekről kell dönteni, mi egy emberként állunk ki jogainkért. A Római Katolikus Teológiai Liceum ügyében indított DNA-s eljárás kapcsán már több politikai alakulat, egyházi felekezet és civilek is felszólaltak.